Szóval újabb meghökkentő, eddig tabuként kezelt dolgokat feszeget az internet és az önfotó, a selfie jelensége. Eddig ugyebár sztárokról láttunk fotókat, akik gondosan ügyeltek arra, hogy tökéletes mink nélkül még csak a sarki zöldségessel lássa őket. A megjelenő fotókat pedig órákon át tartó profi smink csapat munkája előzte meg. Nos, ennek most vége, hódít az ébredés utáni smink nélküli önfotó. Példát mutatnak a sztárok. Az internetes rajongói oldalakat olyan fényképek árasztották el, melyeken smink nélkül láthatóak a közönség kedvencei. Smink nélkül, ha valaki meglátja magában a szépet, akkor már félig nyert ugye van. A kamera elé úgy illik állni, hogy az ember szépen kisminkeli magát, viszont én azt az illúziót soha nem szerettem volna megteremteni, hogy én reggel 6-kor is ilyen vagyok. Úgy döntöttem, hogy most egy kicsit így megmutatom az igazi arcomat. Szabó Zsófi, Tatár Csilla és Cynthia Diktátor is sok képen mutatta már meg az igazi smink nélküli arcát. Az édes élet sztárja ráadásul csak rajongói kedvéért csinálta meg a natur képeket. Ő ugyanis igazából nem szereti, ha nincs rajta festék. Nem igazán érzem jól magam így. Szóval nagyon picikék a szemeim, és ilyen lefelé konyulóak, és szerintem ezt igazából csak így a szempestékkel lehet így kompenzálni. Tatár Csilla, a Mokka műsorvezetője azt mondja, nála nem most kezdődött a natúrképek kóbortja, hiszen amikor helyszíni tudósító volt a Mokkában, szinte sohasem sminkelte ki magát. Akkor én elkezdtem az élő bejelentkezéseket csinálni a Mokkába, akkor ugye hajnali 2-kor vagy 3-kor indultunk el forgatni, és reggel 6-kor már kamera előtt voltam. És bár lehet, hogy ildomos lett volna a karikákat eltüntetni, de akkor kisebb gondom is nagyobb volt annál, mint hogy ezzel foglalkoznak. Csilla azóta már minden nap profi sminkben köszönti a Mokka nézőit, de szerintem nagyon fontos, hogy a tévében vagy az újságok címlapján szereplő emberek is megmutassák, hogy ők nem tökéletesek. Ezért is csináltatott magáról nemrég Stílusvadász című műsorában 3 igen különböző képet. Én magam mondtam, hogy mindenképpen szeretnék egy olyan sorozatot, ahol megmutathatom a nézőknek, hogy nézek ki én, amikor csak úgy smink nélkül beállok a kamera elé, hogy nézek ki, amikor szépen kisminkelve beállok a kamera elé, és hogyan festek akkor, amikor mondjuk egy profi fotós megkapja az anyagot, és címlap lányt farag belőle. Ez pedig az a 3 kép, amin a végeredmény látható. Retusálás nélküli fotózáson volt nemrég Szabó Zsófi is. A Jóban Rosszban színésznője nemrég vágatta le jellegzetes, hosszú szőke haját. Az új frizurájával először Éder Krisztián fotózta a színésznőt. Én sokkal inkább a smink nélküliség mellett vagyok, és a természetesség mellett, és tulajdonképpen pont azt számolgattam, hogy hónapok óta nem voltam kisminkelve, egyedül, hogyha színházban volt előadásom. Krisztián sorozatban fotózza az ismert magyar színészeket és modelleket, természetesen smink nélkül. Itt többek között Rokán Nórát és a világhírű magyar modellt, Mihalik Enikőt is sminképezte már festék nélkül. Alapvetően én ezt nem azért csinálom, hogy divatba hozzam a nem sminkelést, hanem azért, hogy kihangsúlyozzam, hogy smink nélkül is tudnak jól kinézni az emberek, és smink nélkül is működik a nőiesség. Krisztián azt mondja, a fotósok között nem ritka smink nélküli portré, ám az igenis újdonság, hogy a sztárok felvállalják az arcukat, és smink nélküli szelfikkel árasztják el az internetet. Ezáltal még több emberhez eljut az, hogy nem csak sminkelve lehet jól kinézni. Így láthatta már mindenki smink nélkül Beyoncé-t, Cameron Diaz-t, Heidi Klumot, Jennifer Aniston-t, Miley Cyrus-t és Rihanna-t is. Manapság már a hazai sztárok is szinte minden nap kitesznek magukról ilyen fotókat. Dukai Regina, debreceni Zita, Sarka Kata és Iszak Eszter is megmutatta már az igazi arcát.